Alkalmatlan az Orbán kormány az EU tanácsának vezető tisztségére, a Népszava értesülései szerint erről fogadhat el állásfoglalást az Európai Parlament. A jelentés megfogalmazói úgy vélik, hogy a kormány megsérti az EU alapvető értékeit, és nem tartja magát a lojális együttműködés elvéhez. Erről is beszélgetünk Káló Dániellel és Nagy Attila Tiborral. Így van, és akkor ezzel kezdjük. Jó estét, szervusztok! Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Mit szóltok ehhez a hírhez, először értékeljétek? Egyébként már reagált rá Varga Judit. Ez a szokásos táncrendnek egy újabb része, hiszen az Európai Parlament már számos pontban, számos jelentésben bírálta a magyar kormány hozzáállását. Az mindenképpen új elem, hogy felvetik, hogy Magyarország egyáltalán alkalmas-e a Soros elnökségnek a véghez vitelére. Én nem gondolnám, hogy az előfordulhat az, hogy Magyarországot megfosszák ettől a lehetőségtől, hiszen az Európai Unió alapszerződése is tartalmazza ennek a rendjét, alapjaiban, és aztán van erről még egy uniós tanácsi határozat, de kétségtelen figyelem felkeltő jellege van, és hát én azt gondolom, hogy ez újabb alkalom lehet arra, hogy a magyar kormányt tovább bírálják, a magyar kormány meg megint tudjon mutogatni Brüsszelre. Tehát erre mondtam azt, hogy ez egy szokásos táncment. Igen, hát meglepőnek én sem nevezném, minden esetre az, hogy ez felmerülhet az Európai Parlamentben, ez már magában nagyon nagy jelentéssel bír. Ebben az egészben a magyar kormánynak nagyon sok évnyi munkája van, hogy minél tovább tolja ki és feszegesse azokat a határokat, amik megengedhetőek az európai intézményrendszerekben, bemutatta az éveken keresztül, hogy megbízhatatlan az európai együttműködésben, rendszeresen vétózzunk meg olyan rengeteg politikai erőforrással létrehozott csomagokat, a helyreállítási alapot, stb. Ami azt mutatja az európai intézményeknek, hogy a magyar kormányban nem lehet bízni, mint partnerben, és ez egyébként nem nekik a legrosszabb, mert ugye már a Néppártból is ők kikerültek, nincs ezzel nagyjából Európa parlamenti képviselő ereje a magyar kormánynak, ez leginkább a magyar embereknek rossz. Az, hogy Magyarországnak az Európai Uniós döntéshozói súlya az elmúlt 5 évben nagyon lecsökkent. És ehhez kapcsolódnék, azáltal, hogy kiraktak minket, illetve nem raktak ki formálisan, de a Fidesz kénytelen volt távozni az Európai Néppártból, most jut vissza mostanában, hogy nincs az a védelnyű, ami még megvolt az Európai Néppárti tagság idején, mert ott a német, az Európai Néppárt vezetése, főleg a németek próbálták egy kicsit védeni a Fideszt a különböző támadásoktól. Most ez a védelnyű megszűnt. Megszűnt. És így például szerintem ez az oka annak is többek között, hogy az uniós pénzek egy jelentős részéhez nem fér hozzá a magyar kormány, különösen nem ugye az operatív programokhoz, illetve az RRF-hez, a helyreállítási alaphoz. Egyébként a Soros elnökség az nem most került először szóba. Én úgy emlékszem, hogy körülbelül egy hónapja az EP már akart egy olyan állásfoglalást, vagy talán írtak is egy levelet az 5 nagy frakció, hogy liberálisoktól a baloldalig, tehát tényleg mindenki benne volt, hogy a 7-es cikkei szerinti eljárást, azt a bizonyos atombombát, amit lassan már elfelejtünk, hogy mekkora atombomba volt, gyorsítsák fel, és hajtsák végre, vagy fejezzék be addig, amíg mi Soros elnökök nem leszünk, ami ugye 2024 második fél éve. Na, az a bizonyos idézetet hadd olvassam el nektek, mert hogy Varga Judit reagált erre. Azt írja, nem fogjuk hagyni, hogy elvegyenek egy ilyen lehetőséget Magyarországtól. Azt, hogy kitölti be az Unió tanácsának elnöki pozícióját, egy hangon elfogadott határozatban döntötte el a tanács. Ebben a kérdésben az Európai Parlamentnek nem osztottak lapot. Nem folytatom tovább, a tanácshoz fordul egyébként az EP, pont azért, mert ők tudnák ezt valószínűleg megakadályozni. De akkor azt mondjátok, hogy ennek nem hát én tekintettel arra, hogy az európai alapszerződések konkrétan szól arról, hogy rotációszerűen egyenlően kell váltani a tagállamoknak az Európai Unió tanácsának az elnökségét, valamint van egy uniós tanácsi határozat, amely valóban sok évre előre meghatározta, hogy mely tagállamok lesznek majd az elnökök. Én nagyon nehezen tudom elképzelni, bár a fantáziám eléggé végtelen, hogy Magyarországot megfosszák, ez komoly jogi problémák lenne, de ez politikai tűzijáték. 3 évvel ezelőtt el tudtátok volna képzelni, hogy az lesz, ami most jogállamisági mechanizmus, és a pénzek nincsenek itt? Erre voltak jelek, aztán nem beszélek többet. Tehát Manfred Weber már 3-4 évvel ezelőtt ezt felvetette, még akkor, amikor a Fidesz az Európai Néppárt tagja volt. Pont ezért mondom, hogy nagyon sok munkája van ebben a kormánypárt.
mert egyébként ezek a konfliktusok nem jók az európai intézményrendszer, tehát a néppárt azzal, hogy a Fideszt végül tényleg már gyakorlatilag kidobta, azzal rengeteg szavazat, rengeteg mandátumot vesztett. Tehát ezért is tartott ez ilyen sokáig, ők ezt nem akarták meglépni, és azért annak van egy érdekessége, hogy a demokratikusan megválasztott európai parlamenti képviselőkről Varga Judit azt mondja, hogy nekik nem osztottak lapot. Tehát ezeket az embereket az európai állampolgárok szavazták meg azért, hogy becsatornázzák a hangjaikat az európai politikába. Hogy lehet ilyet mondani igazságügyi miniszterként, hogy nem osztottak neki lapot? Turistaként jöttek ide a múlt héten, Varga Judit mondta ezt is, nem osztottak nekik lapot, hiszen turisták. Na menjünk tovább, egyeztetés Pintér Sándor és a pártok között, illetve a szakszervezetek képviselői is ott voltak, és a diákok is, nekik sem osztott lapot Pintér Sándor, hogy itt maradjunk, mert hogy nem szólalhattak fel. Ma az adásban erről sokat beszéltünk, ti milyennek láttátok ezt a mai egyeztetést? Volt értelme oda menni az ellenzéki pártoknak? Jól tették, hogy részt vettek ezen, vagy nem? Hát az ebben a trükk, egyébként ez inkább ilyen audiencia volt, mint egyeztetés, mint hogy korábban is hallhattuk. Az a trükk, hogy ha elmennek az ellenzéki pártok, akkor elmondhatja a kormány, hogy ők leültek, tárgyaltak, és menjünk tovább. Ha nem mennek el az ellenzéki pártok, akkor elmondhatja a kormány, hogy hát ők nyitottak lennének tárgyalni, de nem jönnek el. Ezt a trükköt egyébként rengetegszer eljátszották már az elmúlt években mindenfajta téren, tehát hogy itt érdemi egyeztetésről nincsen szó, az még egyszer egy nagyon durva dolog, hogy a szakszervezetek erre nincsenek meghívva, hogy az ellenzéki pártoknak kellett a PDS-t, a PS-t és a diákokat behozniuk ilyen plusz egy főként, és ugye, mint megtudhattuk, nem is tudtak szóhoz jutni. Miért gondolod ezt? Nem tudtak szóhoz jutni, viszont azt mondta Pintér Sándor, meg korábban Maruzsa Zoltán, hogy 15 egyeztetésből 10-et lefolytattak, 3,5 hónapja egyeztetnek a szakszervezetekkel, ezt mondja a miniszter. Igaz, hogy nem vele, hanem az államtitkárral, de hát egyeztetés volt, ezt mondja a kormány. Méghozzá valóban ez megfelel a valóságnak, számos egyeztetés volt a szakszervezetekkel. Hát a kormány kipipálhatja, hogy lána milyen jóságos, mert egyeztetett a pártok képviselőivel is. Másfelől nekem az tűnik fel, hogy ugye mennyire megosztottak a kormánnyal szemben álló erők, amelyek ugye egyetértenek azban, hogy a közoktatás politika az helytelen. Viszont van két pedagógus szakszervezet, ők egymással is rivalizálnak. Van még egy tanítanék mozgalom, ő meg rivalizál a másik két szakszervezettel. A diákok pedig követik a rossz példát, ugyanis a diákoknál is van két darab diák szervezet, amelyek képviselő szintén jelen voltak a mai tárgyalásokon. Én azt gondolom, hogy ez azért lehet probléma, mert hogyha sok szereplőből áll az a csoport, amelyik a kormánnyal igyekszik szembeszállni, akkor ugye lassúbb az információ áramlás, hiszen egyeztetni kell egymással a közös álláspontot. Plusz ott vannak még az ellenzéki pártok. Tehát ez nagyon sok szereplős, én ilyet már láttam, például a 2018-as rabszolgatörvény elleni tüntetésen, boldog-boldogtalan igyekezett feljutni a színpadra, aztán ott voltak a fehér sapkás ellenzéki képviselők, ők is szerepeltek, tehát jó sok szereplő szerepelt, jó forradalmi hangulat volt, mindjárt általános sztrájk nem lett az. Tehát én azt gondolom, hogy mi tekintettel arra, hogy a kormány eltökélt szándéka, hogy már pedig státusztörvénynek lennie kell, bizonyos részletekben enged a kormány. Itt a kormány nem ezektől a sokszínű kormánykritikus szereplőktől kell tartania, hanem például az Európai Parlament frakcióvezetőitől, akik viszont kritizálták a státusztörvényt. Egy mondat. Jaj, hogyha azért megvédhetném az egészet, valóban ez okoz feszültségeket ezeken a frontokon, de azt, hogy több diák szervezet van, én azt a nagyon sokadik problémának tartom itt, tehát ellenzéki pártból is mondjuk több darab van, nem és erről szól. Az ellenzéki hát ez pártból? Egy nagyobb kérdés, de pláne amikor aktivizmusról beszélünk, én ezt nem hoznám fel. Én inkább azt hoznám fel, hogy 4000 pedagógus mondta, hogy ha ezt a törvényt ezt elfogadják, akkor ők felmondanak. A Publikusnak a friss mérése szerint minden harmadik magyar ember ismer olyan pedagógust, aki vagy már felmondott, vagy felmondani tervez a kormány intézkedései miatt. Tehát egy nagyon durva helyzettel állunk szemben. Itt az, hogy két diák szervezet van, ez egy nagyon-nagyon sokadik. Hát 150 ezer tanár van, ebből 3-4 ezer akar felmondani. Hát jó, csak nem látok olyan
hatalmas erőt, amelyik a kormányt arra késztethetné, hogy a státusztörvényről lemondjon. Majd kint folytatját. Sajnos most meg kell fejeznünk, mert hogy vége az adás időnek. Köszönöm, hogy jöttetek. Köszönjük szépen. Mert hogy jön a Naphírek Rúg Emiliával, szervusz Emili, kik jönnek hozzád. Szervusz Györgyi, köszöntöm a nézőket. Mindjárt azt is mondom, és mondhatnám, hogy a ti témátokkal fogjuk folytatni, nyilván a Pintér Sándor vezette minisztérium egyeztetése volt a nap egyik híre, de nálunk nem ez lesz az első téma, hanem egy zsebbe vágóbb kérdés, mégpedig az, hogy a magyar reálkeresetek egy év alatt 7%-kal csökkentek, magyarán 7%-kal kevesebbet ér a fizetésünk, mint egy évvel korábban ennek az okait, és az ebből kivezető utat fogjuk majd az adás elején boncolgatni, és aztán rátérünk mi is erre az egyeztetésre, ami ugye érdekes, hogy múlt héten fél órával a nagy diáktüntetés előtt hívta erre az egyeztetésre Pintér Sándor az ellenzéki pártokat, például Gelencsér Ferenc azt mondta, hogy ez egy politikai bábszínház volt, és érdekes, hogy nem sokkal az adás előtt a Telexnek kiszivárgott a hangfelvétel, hogy Pintér Sándor mit mondott, na az itt elhangzó pár mondatot fogjuk majd részletesen elemezni. Mondjuk azt, hogy ő mennyire erősen küzd a tanárok béremeléséért, vagy hogy a szabadságról úgy fogalmazott, hogy az egy nagyon szép kifejezés, de a szabadságot és az anarchiát ne tévesszük össze, és arról, hogy nincsen neki pedagógusi végzettsége, úgy fogalmazott, hogy de a pedagógusi végzettség az nem szakma, hanem hivatás. Úgyhogy ezek lesznek majd az adás első részének a témáim, a második részt azt majd mondom a Naphíra elején, és a vendégeink már mindannyian itt vannak, Murányi András, Harangozó Tamás és Ander Balázs, így jövünk nem sokára. Maradjanak velünk, jön tehát Emiliával és vendégeivel a Naphíre, holnap reggel pedig fél héttől ismét start. Vendég lesz Dúró Dóra, a Mi Hazánk elnök helyettese, Keresztes László Lóránt, LMP-s képviselő, és a hatalmasra duzzadt kórházi adósságokról Ráski Lászlót kérdezik majd a műsorvezetők. Nézzék holnap reggel is a startot, este pedig egyenes beszéd, várom majd önöket. Viszontlátásra!